Csabi, a Pécs ellen pályára léphetően megjöttek az állampolgársági papírok. Milyen volt ott lenni a srácokkal végre egy éles mb mérkőzésen? Hát igen, nagyon örültem visszalépni a pályára, és érezni a meccsek, és kék, kékben, vagy fehérben, <laughs> MTK-mezben mondjuk, és nagyon örültem, hogy vissz, visszatudtam lépni a pályára. Mennyire voltál elégedett a saját, illetve a csapat teljesítményével ezen a találkozón? Hát igen, nehéz találkozó volt, és számítottunk, hogy ilyen Pécs csapat nagyon védekező csapat, és nem kapott sok volt. És a lényeg, meg, meg, meg volt minimum, ez az egy pont és meg, mindenki megtette a dolgokat. Milyen érzés magyar állampolgárnak lenni? Mennyire vártad már, hogy letedd az állampolgári esküt? Igen, igen, most már régen vártam, de ez, ez a lényeg, hogy megvan, és nagyon örültem, hogy mindig mondom, ha Magyarország egy ember, akkor nem tudok elég visszaköszönni. Mennyire volt nehéz az utóbbi pár hónap számodra? Ugye nagyon sokat edzettél, ott voltál a csapattal, mégis nem léphettél pályára, tehát gondolom ez nem lehetett egyszerű. Hát igen, nem egyszerű, de mentálisan tudtam, hogy biztos fogom lépni pályára, csak várni kellett, és kis türelmes kellett. Hétvégén ugye, hogyha egy pontot már szerzünk, akkor száz százalékig biztos, hogy megvan a feljutás. Mire számítasz ettől a mérkőzéstől? Milyen lenne itthon ünnepelni a szurkolóinkkal együtt a, a, feljutást? Hát igen, igen, itthon mindenki szeretni jó játszani, egy jó játék, meg nyerni a meccset szurkoló miatt először és meg ünnepelünk, remélem, itt stadionunk. Ez játékban, hogy érzed, mi mire kell figyelni a Barcika ellen? Hát Barcika ellen, tudod, ez, ez a nbk minden csapat ellen, hogy ez a kontrajáték, mindenki a MTK ellen játszik. Ez az első, amit kell figyelni, a kontrajáték, és utána majd foglalkozunk magunkat, a, ját, a játékunk, hogy csak jobban legyen, és és uh, csapat, majd remélem nyerünk a meccset.